Gyerünk, srácok, nem okozhatunk csalódást. Küzdünk, amíg bírunk. Remélem, kinyílik a gólzsák. A bajnokság utolsó fordulója előtt még élt egy halvány remény, hogy a mezőköves botlás esetén meg lehet a feljutás az ETS számára. Az egerszegiek a már biztos kieső Ajkát, míg a kövesdiek a másodosztályból szintén távozó Dunaújváros csapatát fogadták. Kora este óriási felhőszakadás zúdult Zalaegerszegre, igaz, az eső a mérkőzés kezdete előtt nem sokkal elállt, azonban az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy megrendezik a találkozót. Az eredetileg kiírt 18 órás kezdési időponthoz képest fél órás késéssel indult útjára a labda. Ekkor Mezőkövesden már 3 góllal vezettek a hazaiak az Újváros ellen. A zalaiaknál kezdőként először kapott helyet a fiatal Fuisrihárd és Anatolis Alexis Sundas. Főleg a kapuk előterében még jókora víz állt a pályán, ami nem egyszer megtréfálta a játékosokat. A találkozó elején az ETL kezdeményezett többet, de a vendégek baloldala elsősorban Sóron játékának köszönhetően igencsak aktívnak bizonyult. Az első lehetőség az egerszegiek előtt adódott. A 7. percben Simon Falvi jól indította Babatit, aki megelőzte Fodort, de végül szerelték. Nem sokkal később Babati beadását Fuisz csúsztatta a kapu mellé. A 9. percben Daru fordult le Pákairól, majdnem sokkal a kapu mellé lőtt. A házigazdák játszottak mezőnyfölényben, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani az ajkai kapu előtt. A 11. percben Bedi távoli lövése perdült ki János a kezéből az alapvonalon túlra. Egy perc múlva Simon Falvi 10 méteres lövését ütötte ki az ajkai kapuvédő. A túloldalon Petneházi szabadrugásból célozta meg a kaput. A labda átszállt szappanos felett, majd a felső lécről pattant a mezőnybe. A vendégek kijöttek az alaiak szorításából és egyre bátrabban próbálkoztak támadás vezetéssel, igaz, ezek legtöbbször les miatt akadtak meg. A 19. percben Vitrédi két csel után célozta meg a vendégkaput. A labda kijött az ajkai hálóőről, amire Daru indult, de lesen állt, így a vendégek jöhettek szabadrugással. 3 perc múlva Cár lépett meg a bal oldalon. A középre adott labda kipattant szappanosról, de Sóron ismétlését már hárította. A 29. percben Vitrédi végezhetett el szabadrugást. 25 méterről egyből kapura lőtt, de a labda fölé szállt. Ugyanebben a percben Fuisz indította a középen kilépő Darut, de a visszazáró nagy lábáról szögletre pattant a labda. A 34. percben egy előreívelésre Daru indult meg. János a kifutva tisztázni tudott. A kipattanót Bedi egy csel után lőtte el, de Nagy Bálintban elakadt a labda. A játékrész utolsó percében góllá érett a hazaiak fölénye. Vitrédi átadását Daru egy csel után 15 méterről tekerte a jobb alsó sarokba. 1-0. A félidőben mindkét csapat cserélt. A hazaiaknál Fuisz helyett Városi, az ajkaiaknál Sóró helyett Stieber lépett pályára. A 48. percben Daru tört be a 16-oson belülre, majd 15 méterről megcélozta a bal felső sarkot, de a labda elkerülte a kaput. Nem sokkal később egy megpattanót Vitrédi látványos mozdulattal vállalt el, de a labda ezúttal is elkerülte a kaput. A 62. percben aztán büntetőhöz jutott az ETE. Városi tört be a 16-oson belülre, amikor hajba buktatta. A labda mögé először a sértett állt, de sportszerűen átengedte a gólkirályi címre törő Darunak, aki magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt. 2-0. Szűk 10 perccel később újabb találatot szereztek az alaiak. Szakály játszotta meg a kiugró Városit, akinek a lövésében még beleért Jánosa, de a labda így is az ajkaiak kapujába gurult. 3-0. A 77. percben Bedi ívelt a kapu elé. Az érkező Babati szép mozdulattal lőtt, de az oldalhálót találta el. A 83. percben megszületett a 4. zalai találat. Bedi fejelt a kapu előtt álló Daru felé, Jánosa a zalai támadó fejéről még elütötte a labdát, ami visszakerült Bedihez, aki 16 méterről a jobb alsó sarokba emelt. 4-0. 2 perc múlva már 5-tel vezetett az ETE. Városi ugratta ki Patvarost, aki középre passzolt, az érkező Daru pedig közelről az üres kapuba gurított. 5-0. A mezőkövest végül 4-0-ra nyert a Dunaújváros ellen, így az egerszegi együttes a 3. helyen zárta a bajnokságot. A gólkirályi címet 22 találattal Daru Bence szerezte meg. Először is gratulálok az Zalaegerszegnek az éves teljesítményéhez, a kollégának is. Jó meccset játszottunk a mi szintünkhöz képest, az első félidőben szerintem nagyon jól játszottunk, fegyelmezetten már külön bravúr volt, hogy
így hozzá tudtunk állni a meccshez. Aztán jött a utolsó percben a gól, a másik gól meg egy 11-es, és azzal igazából kipukkadt a lufi. Úgyhogy jellemző volt ez az egész évben a csapatra. Igazából onnantól kezdve csak az volt a kérdés, hogy ennyit kapunk, úgyhogy valóban reális az eredmény. Ez természetes csalódottsággal éltük meg ezt az 5-0-as győzelmet. Nem is emlékszem, hogy ilyen érzések lettek volna bennem, mert a csapat különösen a második fél időben, amikor lekerült róluk ez egy picit a lelki teher, ahol egy kicsit kivettek, nyugodtabban futballozhattak, azért megmutatták, hogy mire képesek. Mindazonáltal ez a csapat, ez 17 ponttal szerzett, mint tavaly. Talán két új ember érkezett bele. Tehát van egyfajta fejlődés, ami nem is kicsi. Most ezt a csalódottságon gyorsan túl kell lenni, mert akkor benn ragadhatunk a következő szezonba, hogy most ez így alakult, ilyen a sport. Egy új lapot kell nyitani, aztán meg kell kezdeni egy szusszanás után majd a felkészülést a következő szezonra.